Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tatabányai csoportja elhatározta, hogy bevezeti az úgynevezett balekoktatást, melyen megpróbálják kinevelni az egyesület utánpótlását, akik később átvehetik a stafétát. A Selmeci Akadémiár, illetve jogutódor egyetemeken, főiskolákon egy komplet hagyományrendszer, aminek a lényege, hogy az egyetemre belépő fiatalokkal megismertessék a régi diákhagyományokat. Ugyanis amikor belép, akkor egy teljesen tudatlan, tájékozatlan, és egy képzés végén, ha sikeresen vizsgálódik, akkor balekká válik, majd az akadémiai évek során aztán kolemrendel lesz, vagy firma és ultra-szupra veterán, tehát megvan ennek a menete. És tavaly kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha hagyományainkat kiszelesítve megismertetnénk a város ifjúságával ezt a régmúltra visszatekintő dolgot. Örömünkre nagyon sokan eljöttek, és ezért úgy döntünk, hogy az idén is 4 előadás alkalmával beszélünk erről a diák hagyományokról, beszélünk a múltról, megismertetjük a dalainkkal a fiatalokat, és a végén szervezünk nekik egy bányajárást, majd a bányajárás követően egy szakestét, ahol egy tradicionális keresztelés után balekká válnak. A selmeci hagyományokat tanítjuk nekik elsősorban, amelyik szépen bemutatja azt, hogy milyen volt a bányász élet, és ezeknek a bányászoknak milyen volt a közösségi élete. Ugye legfőképpen ez most úgy él itt a köztudatban, hogy ezt leginkább a szakestélyeken tudjuk bemutatni. A szakestélyeken pedig a szakmai együttlét mellett nagyon sok szép bányásznótát is énekelünk, és ennek az oktatásnak ez is egyik nagyon fontos célja, hogy ezeket a bányásznótákat is megtanulják, és ezáltal, hogyha ők elvileg és lelkületileg tudnak csatlakozni hozzánk, akkor úgy tudnak együtt lenni, hogy a szakma is megjelenik, és nótákkal színesítve még jobban érzik magukat. Na, ezt a fajta hangulatot és tudatot szeretnénk kialakítani azokba, akikben ez még nincs benne. A sorozat azzal a céllal jött létre, hogy fiatalokat is megismertessenek a bányász hagyományokkal, de az egyesület szívesen látja a diákok mellett az idősebbeket is, vagy bárkit, aki érdeklődik a téma iránt. A következő balekoktatást február 20-án tartják.